Badai Ágnes, a DK alelnöke, a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mit szól az a Lévai Katalin pártot alapított? Ne nevessen! Lendületével! Én ezt öntől tudom, nem volt délután időm alaposan tanulmányozni. Önök voltak egy pártban, az MSZP-ben még Hajdanában, amikor ő MSZP-s képviselő volt. Ő volt az MSZP. Aztán azt ott hagyta. Volt ő miniszter, esélyegyenlőségi miniszter, majd az MSZP Európai Parlamenti képviselő, aztán leginkább lett. Íróként. Én legutóbb éppen itt az ATV stúdiójával találkoztam vele a Havasárik egyik műsorában. Na, egy nyugdíjas párt a DK-nak. Konkurencia vagy partner lehet? Most nem is feltétlenül a lendület nevű nyugdíjas párt. Jó. Tehát, miért az én anyukám nagyon lendületes nyugdíjas, és én olyanokkal találkoztam. Sokszor több energia van bennük egyébként. De miért? Tehát, hogy 30-es, 40-es. Nyugdíjas párt, jó, értem, lendület. Jó, majd megkérdezem tőle, ez nem az ön dolga. Viszik előre, de egyébként sokszor viszik előre ők az ország. Azt nem vitatom. Számtalan alkalommal bebizonyosodott, hogy az a generáció, tehát sokszor újjáépítette az országot, sok-sok esélyt adott nekünk. Ha pedig azt kérdezi, hogy egy ilyen párt, vagy bármilyen párt, amelyik elfogadja a demokratikus alapelveket, és megállapodásra törekszik, hogy mind a 106 választókerületben a demokratikus ellenzéknek célnál vagyunk. Egy jelöltje legyen, mi meg tudunk állapodni. Igaz, a MOMA ezt szeretné? Azért kezdtük el a beszélgetést arról, hogy együttműködünk. Nagyon sok minden megkülönbözik a DK és a MOMA programja. Ennek ellenére felismertük azt, hogy muszáj megtalálni az együttműködési lehetőséget, az együttműködési utat arra, hogy minden választókerületben egy képviselőjelölt legyen. Én tudom... Bizisten nem bántani akarom Bokros nagyon... Nagyost és a MOMÁt, de létezik a MOMA mint párt? Persze. Persze is. Tehát nem azért kell a MOMA a DK-nak, hogy a DK is fel tudja mutatni, hogy miközben mindenki próbál valakit maga mellé édesgetni, a DK-nak is megvan már a partner, úgy hívják MOMA. Igen, a demokratikus koalíció képes 106 egyéni képviselőjelöltet kiállítani. Nagyjából készen is vagyunk. És aki azt gondolja, hogy hallottam, hogy mi csak a frakcióra törekszünk, annak szeretném mondani, hogy ezt enélkül a hiszti nélkül is meg tudnánk csinálni. De mi nem frakciót szeretnénk. Hát ez Botka László mondta. De mi nem frakciót szeretnénk alapítani. Mi részesei szeretnénk lenni az új demokratikus kormányzásnak. Hát ezért gyúrjuk itt minden nap, itt az ATV stúdióban és sok más helyen is, hogy keressük a megállapodás módját. Főleg azért, mert megyek, bármerre megyek az országba, vagy az utcán megállítanak Ágika, ugye meg fognak állapodni. És mindenkinek azt mondom, hogy mi erre törekszünk. Rajtunk ez nem fog múlni. Hát ez nagyon furcsa. Itt járt Botka László, a kedves kitartó nézők pontosan tudják, hogy fél órával ezelőtt azt mondta, hogy hát ő meg akar állapodni, a DK pedig nem, mert csak frakcióra törekszik. Semmi más nem akarnak, csak túlélni. De ő meg akar állapodni. Kit vagy mit szeretnénk túlélni? Mondjuk 2018-at, a következő választást, nem mindegy pártnak, hogy benn van a parlamentben, vagy nem. Most tényleg, jelen pillanatban folyik a demokratikus koalíciónak a Orbán vagy Európa kampánya. Járjuk az országot. Én magam holnap Berettyóújfalon, aztán Kaposvárra megyek. Az elnök úr éppen most úton van, talán már haza is ért Makóról, ahol a csongrádi képviselőjelöltjénket mutatta be azzal, hogy nyilván lesz olyan, aki képviselőjelölt lesz, és lesz olyan, aki, hogyha megállapodunk, vissza kell lépni. A demokratikus koalíciónak több mint 500 000 szavazója van. Minden választókerületben ott vagyunk. Polgármestereink vannak, önkormányzati képviselőink, megyei képviselőink, országgyűlési képviselőink, EP képviselőink. Mit szeretnénk mi túlélni? Tényleg. Mi a semmiből csináltunk egy pártot. Ennek a pártnak a tagsága most hozott két nagyon fontos kérdésben a pártszavazáson döntést, több mint 90%-os támogatottsággal, már egyáltalán számítanak ezek a számok. De közvetlenül ők döntöttek arról, hogy igenis folytassunk tárgyalásokat a 106 egyéni képviselőjelölt ügyében, és nem képzelhető el olyan lista, amin nem szerepel a pártelnöke, mert hogy ez egy elvi kérdés. Jó, elvi kérdés, ebből remekül el vagyunk. Botka László elmondta, hogy nincs B és C terv, neki csak ez az A van. Ez az egyetlen egy, amivel állandóan kínálgatja a DK-t, hogy Gyurcsány Ferenc menjen le a listáról, és ne úgy legyen, hogy önök akarják. Gyurcsány Ferenc mehet egyénibe, akár a 15. kerületbe, bár ugye ezt aztán cáfolta, de annyira mégse, tehát ez például egy zavaros pont. De szerintem a választóknak olyan szinten lesz ebből 2018 tavaszára elegük, hogy mindenki hát mutogat a másikra, hogy faladja a másikat ezeknek a pártoknak. Én ezt elhiszem, de meg fogják büntetni. Tudom,
Tudom, ezért mondjuk azt, hogy keressük a megoldást arra, és végre beszéljünk már azokról a kérdésekről, amik igazán fontosak. Ön talán már azt, ön is biztos kívülről tudja, amit én állandóan mondok. Beszéljünk a bérekről, beszéljünk a nyugdíjról, beszéljünk az oktatásról, meg beszéljünk az egészségügyről, beszéljünk arról, hogy milyen korrupció van, hogy hogyan akarjuk felszámolni, hogyan tesszük nyitotta ezt az országot, hogyan akarjuk felszámolni. Na, de fölösleges beszélni erről, hogyha a DK-nak lesz 6%-a, most csak számokat mondok, mindegy, mennyi lesz ebből a szempontból. Az MSZP-nek lesz 11%-a, de lehet, hogy a DK-nak is az MSZP-nek, mindegy, tehát nem kerülnek kormányra. Akkor most mindegy, hogy miről beszélgetünk mi itt egymás közt. De nyilván nem, de egyébként igen, mert nem fognak tudni beleszólni. Egyrészt azt gondolom, hogy a program az mindig egy fontos dolog. Ez így van. Azért mondom, hogy nyilván nem. Mert hogy egy másfajta nyugatos polgári Magyarországot, nem véletlenül az Orbán vagy Európa kampányunk. Ahol világosan, és ezt örülök, hogy Botka László is ebbe az irányba ment el, hogy azt mondja, hogy ez a választás, ez erről is szól. És igen, igaza van, teljesen egyetértek, hogy a választók meg fognak bennünket büntetni. De aki ennek az országnak, és ezt is nagyon sokszor elmondtam, ennek az országnak a miniszterelnöke akar lenni a mi oldalunkon, annak először államférfiúi értékeket mutatva képesnek kell lennie integrálni ezt a nagyon sokszínű világ. Hit nélkül nem lehet miniszterelnök valaki, ugye? Ő abban hisz, hogy ez az út, amit jár, ezt itt elmondta, ez az út az egyetlen lehetséges út. Kérdeztem, hogy miért nem megy el önökhöz meggyőzni önöket erről. Erre azt válaszolt, hogy hova menjen, amikor szóba se akarnak állni, csak megüzenik, hogy erről szó se lehet. Nem. Ugye ez mindenki tudja, hogy nem így van. Nagyon sokszor invitáltuk Botka Lászlót, a pártelnökünk levelet is írt, most is várjuk, hogy jöjjön el. Én egy dolgot látok, persze a közönkutatások azok nem mindig mondanak, hogy mondjam, nem mutatják meg mindig a valódit, mert a demokratikus koalíciót is rendszeresen alulmérték, és például az európai parlamenti választáson pont annyi mandátumunk lett annak idején, mint a Magyar Szocialista Pártnak. De a Závetsz Research szerint Magyar Szocialista Párt az elmúlt hónapokban 240 000 szavazót veszített, miközben Botka László miniszterelnök jelöltként 1 millió új szavazót ígért. Ez az ő stratégiája. Mi azt gondoljuk, hogy győzelmi stratégia akkor van, hogyha ezen az oldalon képesek vagyunk megmutatni és felülkerekedni az összes ilyen gyerek, számomra már tényleg így el, gyerekes vitám, most nem szeretem a Gyurcsány, nem szeretem a Bajnait, ezt nem szeretem, azt nem szeretem, ez itt nem erről szól, hát meg kell már azt érteni, hogy ez nem erről szól, ez a jövőről, meg az országról, meg a polgárairól szól. Azt pedig őszintén tényleg nem értem, hogy mi a baj a Bajnai, a Gyurcsány, meg a Medgyesi kormánya. Mert ugye erről is beszél az MSZP. Ezzel most kitért már. Kérdeztem ezt a 16 évet, már csak az elmúlt 8-ról. Na, azzal egyetértek, hogy az egy pocsék kormányzás, amit a Fidesz műve még annál is rosszabb. De én nagyon büszke vagyok arra, hogy ebből a három miniszterelnöknél kormánypárti frakciótag voltam, kettőnél pedig államtitkár lehettem. És biztosan hibáztunk sokat. Mert biztosan voltak olyan dolgok, amit csinálhattunk volna jobban. De az a kormányzás nem csak a Fideszhez képest volt jó kormányzás. Az önmagában is egy jó kormányzás volt az a három miniszterelnök, amit összehozott. Most ne beszéljünk arról, hogy mi minden épült. A 2006 utáni Gyurcsány kormány is jó volt? Az is jó kormányzás volt. Jó kormányzás 2008-ban volt. Is jól működött? Igen, jó kormányzás volt. Jó kormányzás volt még akkor is, hogyha azt érezzük, vagy azt láttuk akkor, hogy a politikai többség, az MSZP politikai többsége kiment mögül. De akkor jött egy másik miniszterelnök, aki megcsinálta azt a válságkezelést, amit egyébként Gyurcsány Ferenc indított el, csak már akkor mögül kiment a Magyar Szocialista Párt. Én azt látom, minden tiszteletem Botka László, mert én még nehéz úton jár az, aki ebben az országban Orbán Viktor után miniszterelnök akar lenni. És én azt kívánom saját magunknak, hogy legyen sikeres. De meg kell érteni a Magyar Szocialista Pártnak, és mindenkinek ezen az oldalon. Nem szabad még egyszer azt a hibát elkövetni, amit Szili Katalin köztársasági elnök jelölésekor történt. Magyar Szocialista Párt akkor foggal körömmel ragaszkodott Szili Katalin jelöléséhez. Miközben az SZDSZ akkor világossá tette, hogy semmilyen körülmények között nem fogja támogatni Szili Katalin. És nézzék meg ma, hol áll Szili Katalin. Az egy dolog, hogy nem lett belőle köztársasági elnök, lehet, hogy nem is jártunk rosszul. De nézzék meg, hogy hova vezetett az ő útja. Ma a Nemzeti Együttműködés rendszerének, hát, hogy is mondjam, nem mondok jelzőt, mert egy hölgyről mégse, de szolgálja.
Milliós fizetés, Jó, de és ez ott az áll semmi analógia, a ez úgy zsebét. folytatható, hogyha nem kell Botkának Gyurcsány, akkor Gyurcsány is a Nem, nemzeti együttműködés nem, rendszerének nem, szolgája lesz? nem, ez úgy foly, ez az analógia, ez úgy működik, hogy muszáj azt megérteni, és a sajtóháttérbeszélgetéseken ezt halljuk, hogy a Magyar Szocialista Pártban sokan tudják és érzik azt, hogy nincsen kormányváltás a Demokratikus Koalíció választói és a Demokratikus Koalíció párttagjai aktivistái nélkül. Ezt egyébként Botka László is tudja. Így van. De senki ne gondolja azt, hogy aki kormányváltást akar, az mind Botka Lászlót akarja. Nem. Aki kormányváltást akar, például a Demokratikus Koalíció oldalán, az hajlandó lesz elfogadni Botka László miniszterelnök jelöltségét. Biztos? Igen, azt Mindenki? Gondolom, mert mi képesek vagyunk meggyőzni a mi választóinkat, és, és ami nagyon fontos, elvinni őket szavazni. Na, kérdezek egy beugratót, Szél Bernadett jön most ezután. Őt elfogadnak miniszterelnök jelöltnek? Tehát ő nem képes együttműködni. Tehát világos. Azt honnan tudja? Hát megmondta. Miniszterelnökként lehet, hogy képes együtt. De, nem tudom, de, ezt de majd megkérdezem tőle is persze adott esetben, de... Tiszteletem a De ugye, hogyha Botkával nem tudnak együttműködni, Gyurcsány nem akar miniszterelnök jelöltjének, de ugye pontosan tudjuk, hogy azzal a támogatottsággal, amivel az LMP bír, azzal belőle nem lesz miniszterelnök. Hát feltéve, hogyha nem hoznak össze valamit a háttérben, mondjuk... De nincs, hogy Botka László elment pártot, az LMP-hez... És végül az MSZP-t Botka László elment tárgyalni az LMP-hez, az LMP ugyanazt a stratégiát követi, önállóan kíván indulni. Nekem, ezt tudomásul veszem, hogy az LMP ezt az utat választja, éppen ezért törekszünk minden áron arra, hogyha van egy jobbikos jelölt, van egy fideszes jelölt, akkor meg lesz egy LMP-s jelölt, aki nyilván... Még egyszer nem megbántva őket, de hát nagyjából az összes időközi választáson azért egy számjegyű támogatottsággal bírtak. De a demokratikus ellenzék, az MSZP, a DK is még hozzácsatlakozva együtt, MOMA, és még az a sokszínű világ, amilyenek mi vagyunk. Hát ettől jó, persze most úgy tűnik, hogy nyavajgunk, meg vitatkozunk, de az ország attól jó, hogy sokszínű. A demokratikus ellenzéki oldal is attól lesz jó a végén, hogy sokszínű. Gyurcsány Ferenc ma arról beszélt kijelentő módban, hogy jó, hát hogyha Botka így beszélt hétvégén, hát így beszélt ma is, akkor egyedül indulnak. Ez ma a DK-ban kijelentő módban így néz ki? Nézd, mi nem tehetünk már. Tehát ez egy újabb lista, országos lista, 106 DK-s jelöltel, szemben az MSZP-ssel? Mondtam, nem tehetünk mást. Nekünk felelősségünk van, több mint 500 000 szavazónk iránt. 106 egyéni képviselőjelöltünk megvan, de mindenki tudja, mindenki, aki a képviselőjelölt, hogy ahogy megállapodunk, ott lesz olyan, aki nem lesz képviselőjelölt, mert valaki más lesz a demokratikus ellenzék közös. Hát ha megállapodnak, hát itt ma még ez a kérdés, nézd, majd meglátjuk. Újra meg újra, akkor most újra mondom, meg majd sokszor mondom, szívesen látjuk Botka Lászlót. Azt hallottam a műsorban, nem láttam, csak azért közvetítették, hogy neki megvannak a konkrét következő stratégiai lépései, az együttműködése. Hát égek a vágytól, hogy halljam, ezt most nem cinikusan mondom, hanem tényleg nagyon komolyan, mert jelen pillanatban azt látom, hogy hiába mondja Botka László, az MSZP miniszterelnök jelöltje, hogy az a győzelmi stratégia, amit ő képvisel, ez egyre inkább egy sokkal rosszabb stratégia, amiben bele se szeretnék gondolni. Én valóban győzni szeretnék. Sokunk a másokkal együtt. Köszönöm szépen, hogy elmondta ezeket.